halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt Fegyvernek külterületén, az Örményesi leágazásnál. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján egy személygépkocsi vezetője közlekedett Örményes felől Fegyvernek irányába. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint egy személygépkocsi vezetője közlekedett Örményes irányából Fegyvernek felé, amikor eddig tisztázatlan körülmények között elveszítette uralmát járműve irányítása felett, a menetiránya szerinti jobboldali árokba haladt, ahol a jármű a tetejére borulva állt meg. A baleset következtében a személygépkocsi sofőrje a helyszínen életét vesztette. A katasztrófa védelem is a helyszínre vonult. Az esethez a Törökszent Miklós önkormányzati tűzoltók vonultak, akik feszítővágó berendezéssel felnyitották a gépjárművet, majd kiemelték a benne lévő embert. A tűzoltók ezt követően motoros láncfűrésszel megtisztították a gépjármű környezetét, majd kiemelték az autót, áramtalanították és felhelyezték az autómentőre.